Január 19-én írták meg a központi középiskolai felvételit azok a diákok, akik a 9. évfolyamra, valamint a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba felvételiztek. Fábián Bertalant, a Török Ignác gimnázium igazgatóját, és Kocsi Tamást, a Madách Imre szakgimnázium szakközépiskolai igazgatóját kérdezzük a felvételi folyamatokról és a továbbtanulási lehetőségekről. Köszöntöm az igazgatórokat a stúdióban. Köszönjük a meghívást. Valóban igaz az, hogy nehéz volt az idei feladatsor? Aki írja, annak mindig nehéz. Aki javítja, annak azért nehéz, mert sok dolgozatot kell javítania. De igazából az az érdekes ezeknél a felvételi dolgozatoknál, hogy mennyire szórja a mezőnyt. És az a több éves tapasztalatom, hogy igazán nincs szórás. Tehát ilyen nagy tömbök vannak. Van néhány kiugró eredmény, van néhány leszakadó, és a többség az mondjuk idén a 55 és 75 pont között írta meg a dolgozatot. A 90 pont fölötti dolgozatok száma nagyon kevés. A tavalyi évre inkább az volt a jellemző, hogy 60-80 pont közötti dolgozatok voltak, és több volt a 90 pont közötti, de a mezőnyt nem szórja szét igazán ez az írásbeli. Nagyon sok olyan dolgozattal találkoztam, amelyikre azt tudom mondani a szülőknek is, a gyerekeknek is, hogy esélyes vagy a továbbtanulásra. Persze számít, hogy milyen eredményeket hoz az általános iskolából, és természetesen ahol van szóbeli, amelyik középiskolában van szóbeli, ott az is sokat jelent. Hányan felvételiztek, vagy írták meg a felvételit idén a Török Ignác gimnáziumban? Hát most már nagy könnyebbség, hogy a környékbeli gimnáziumok is jelentős számban íratják meg a felvételi dolgozatokat, úgyhogy idén nekünk már csak 340 diák jutott, ez 100-zal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Kocsi úr, az ön az intézményében ugye szakiskoláról beszélünk, gimnáziumi szakiskoláról. Milyen lehetőségeik vannak a diákoknak, milyen szakmák irányába tudnak elmenni? Alapvetően két irányba tudnak elmenni. Megtalálható nálunk a 3 éves klasszikus szakközépiskola, ez a szakmai végzettséget jelenti, 3 év alatt szerezhető meg, illetve szakgimnáziumban az ágazatnak megfelelő szakmai érettségi mellett ugyanazt az érettségit teszik le, mint a gimnáziumokban, ugyanúgy nyitott számukra a felsőoktatásba való bekapcsolódásnak a lehetősége is. Van olyan képzésük esetleg, ami pont erre készít elő, tehát gondolok arra, hogy kapnak egy olyan szakmát a kezükbe, akár mondjuk számítástechnika terén, amivel a következő szintre tudnak lépni a felsőoktatásban. Informatika ágazatban nincs jelenleg képzésünk, viszont együttműködésben vagyunk jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium pilot projektjében, az 5 kiválasztott magyarországi iskola egyike vagyunk, ezt a anyagfejlesztést és tartalomfejlesztést is jelent, és valóban ezt célozza meg, hogy magasabb szintre tudjanak lépni a nálunk tanuló diákok. Milyen gyakorlati oktatást tud nyújtani az önök iskolája? A duális képzésnek egyértelműen az úttörői vagyunk Magyarországon, 30-nál több vállalat együttműködő partnerrel rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag valamennyi képzésünkben a szakmai gyakorlat az kint valósul meg az ipari környezetben, ami által a képzés és az elhelyezkedés is össze van kapcsolva, hiszen a cégek azok nagyon gyakran állást is biztosítanak a náluk végzett, általuk már megismert diákoknak. Hány ilyen céggel állnak a térségben kapcsolatban? Jelenleg 33. Alapvetően 3 csoportra tudjuk ezeket a cégeket osztani. Mondanék kis példákat, megtalálhatóak a helyi vállalkozók, mint például nálunk az Opergál. Vannak az általam túlélő állami nagyvállalatoknak hívott cégek, ilyen a mi iskolánk viszonylatában például a BKV, amelynek két telephelyén is, a Cinkotai járműtelepen is, illetve a Fehérúti villamosgarázsban is jelen vagyunk, illetve a képzés csúcsát a multinacionális cégek jelentik, a mi esetünkben az ászlós hajó képzésünk a Siemens koncernnel közösen valósul meg. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Igen, és itt el szeretném azt is mondani, hogy a duális képzés, ami Németországban úgy zajlik, hogy a tanulók a vállalatoknál jelentkeznek közvetlenül. Nálunk a mai napig az iskolákban jelentkeznek a tanulók, viszont ilyen pilot projektek keretében van már olyan képzésünk, ahol a vállalati toborzással együtt gyűjtjük a leendő tanulóinkat, ilyen például a Siemens-es projektünk. Igazgató, kiknek ajánlott a gimnázium, melyik diákoknak? Hát ez azért érdekes kérdés, mert ebben az életkorban még nem a diák dönt, vagyis az a jobb, hogyha rábízza ezt a szüleire, vagy legalább együttműködik a szüleivel abban, hogy hol tanuljon tovább.
Ugye azt is külön kell választani, hogy 10 éves, 12 vagy 14 éves korba jut el oda, hogy iskolát vált, mert egész más a 10 éves korú gyerekeknél a 8 osztályos gimnáziumba való belépés, mint mondjuk 14-15 éves korban a 4 év folyamos gimnáziumba. Igazából azt kell belátni és elfogadni, hogy a jelenlegi gazdasági, társadalmi és oktatáspolitikai rendszerben, meg úgy általában véve ebben a mai világban szükség van elit képzésre. A gimnázium az kimondottan elit képző intézmény. Csak akkor jó egy gimnázium, hogyha az ott érettségiző diákoknak a nagy része tovább tanul. Lehetőleg mindenki, ez nyilván szinte elképzelhetetlen, de azért egy ilyen 90%-os továbbtanulási mutatót illik megcélozni. Aztán, hogy ez az első hely, második hely, harmadik hely, ahova tovább léphetnek a tanulók érettségi után, az már egy más kérdés, de mindenképpen a gimnáziumból a felsőoktatásba kell menni. Azt is látni kell, hogy olyan jelentős változások vannak minden téren, és főleg ez az informatikának köszönhető, hogy erre nem tud semmelyik iskola fölkészíteni gyerekeket. Mi arra tudjuk fölkészíteni őket, és ez a gimnáziumnak a másik nagyon fontos célja, vagy kötelezettsége, hogy képesek legyenek állandóan újra és újra új információkat befogadni, megtanulni. Tehát véget ért az a világ, már véget ért az a világ, hogy én tanár lettem, és nyugdíjas koromig tanár leszek, de még ha a tanári pályán belül maradok, akkor se lehet azzal a tudománnyal elérni 40 évet a pályán, ami mondjuk 50 évvel ezelőtt természetes volt, hogy elvégezte valaki az egyetemet, elment egy iskolába, és onnan ment nyugdíjba. Néha elment valami továbbképzésre, de az azért olyan komoly dolgot nem jelentett. Ma a tananyag, az eszközök, a módszerek, a gyerekek gondolkodásmódja, minden olyan gyorsan változik, hogy ehhez állandóan igazodni kell. Egyre nehezebb persze a pedagógusoknak ezt elfogadni és teljesíteni, de nincs más lehetőség. De azok a gimnáziumok maradnak életben, és ugyanúgy azok a szakgimnáziumok, szakközépiskolák fognak életben maradni, ahol ezt a gyors átalakulást, változást a tantestület is, illetve az iskola vezetése is szem előtt tartja. Ha már a változásnál tartunk, nem érzik úgy, hogy túl telítődött a piac, tehát hogy kitermelt az elmúlt évtizedek egy halom diplomást, aki most pillanatnyilag vagy nem tud elhelyezkedni, vagy nem abban a pozícióban, amire áhított vagy szeretett volna, és a szakiskolák pedig nem képeztek annyi diákot, vagy nem volt rá lehetőség, így hiány szakmák merültek fel. Én más megközelítést mondanék most elsősorban. Van egy olyan problémája a rendszernek, hogy a magyar középfokú oktatás rendszerében egy belépő diákra 1,3 iskolapad jut. Ez azt jelenti, hogy kicsit egy nagyobb diáklétszámra van méretezve ez az intézményrendszer. Abszolút egyetértek azzal, amit igazgató úr az imént elmondott, viszont Gödöllő annyi szempontból egy különleges hely, hogy a mi városunkban található három gimnázium, mindegyike kiváló gimnázium. De sajnos vannak a rendszerben olyan gimnáziumok, amelyek becsapják a belépő gyerekeket, mert az igazgató által is említett eredményeket nem biztosítják. Tehát nincsenek versenyeredmények, nincsenek nyelvvizsgák, nincsenek továbbtanulási eredmények, és utána ennek az a természetes következménye, hogyha be is jutnak a felsőoktatásba, akkor kihullanak belőle, vagy eleve be se jutnak. Ezekkel a fiatalokkal vannak tele jelenleg a munkanélküli regiszterek. Nyilvánvalóan próbál az állam segíteni ezen a helyzeten, így jelen pillanatban a felnőtt oktatás, amiben intézményünk is bekapcsolódott, segít ezen a körülményen. A mi intézményünkben 300 körül jelenleg a felnőtt oktatásban résztvevő diákoknak a száma, akik részben ebből a szegmensből kerülnek ki, részben pedig az idősebb korosztályból, pontosan azért, mert van egy megújulási kényszer. Ez az élethosszig való tanulás, ez most már gyakorlatilag minden korosztályra ugyanúgy vonatkozik. Még annyival egészíteném ki igazgató úr mondani valóját, hogy ez egy akkora rendszer, hogy ennek bármelyik elemét elkezdik módosítani, változtatni, átalakítani, akkor az egész beleremeg. És nagyjából egy olyan koncepciónak kell létrejönni, megszületni, ami az egészet fogja átalakítani. A rész területeken nagyjából tudjuk, hogy mit lehet csinálni. De itt igazából az óvodai neveléstől a felsőoktatás rendszeréig mindenre ki
ki kéne terjedjen egy egységes elképzelés, hogy itt hogy működjön ez az egész, hiszen mi hiába képezzük a tovább tanulni akaró és tudó gyerekeket, hogyha a felsőoktatás még a 30 évvel ezelőtti rendszerben működik, vagy a felsőoktatás egy része, nem az egész, ott is hihetetlen változások történtek, de ha az ember szétnéz Európában, hogy más országokban mi történik, mennyi energiát és pénzt fektettek az oktatási rendszer folyamatos fejlesztésébe, akkor azért lehet különbségeket látni. Mindig a finn példát emlegetjük, biztos, hogy az is egy kiemelkedő történet, de elég csak Németországig elmenni, vagy Angliában. Mindenhol más a rendszer, mindenhol igazodnak a saját hagyományaikhoz, a nemzeti múlthoz, történelemhez, oktatási rendszerek hagyományához. Ugyanakkor a modernizálást mindenütt meg kell lépni. Ezt mi sem ússzuk meg. Nyilván történtek és történnek folyamatosan lépések, a szándékot azt persze lehet látni. Mi meg türelmetlenek vagyunk, mi szeretnénk, hogy már holnaptól meglegyen, sőt már ma hozzák ide, mert már ma szeretnénk használni. És a gyerekek is úgy vannak vele, hogy mondjuk meg nekik, hogy ők mit fognak csinálni 5 év múlva, 10 év múlva. Nem tudjuk megmondani, a szakmákat se tudjuk megmondani, hogy mit fognak dolgozni. Tehát olyan gyors ez a változás, hogy az egyszerre fölmerülő kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, de mégis kell. Azt gondolom, hogy szülőként mi is türelmetlenek vagyunk ebből a szempontból, és bennem is mindig felmerül a kérdés, ami több szülőtársamban is felmerül, kell a mai diákoknak ennyi tudást felhalmozni, ennyi lexikális tudást felhalmozni, vagy el kellene mennünk külföldi minta irányába, inkább a gyakorlati képzésekre, egy kicsit tehermentesítsük őket, de mégis az életre készítsük fel. Hát most nem fogunk tudni egyforma választ adni, mert a gimnáziumokban nyilván az elméleti képzésnek kell erősnek lennie, a szakgimnáziumban már az ágazatnak megfelelő gyakorlatnak jelen kell lennie, és ez meg is valósul, ez szükséges lépés is, és hát a szakképzésben pedig egyértelműen a gyakorlat, és én nagyon hiszek a duális képzésbe, tehát a mai viszonyok között különösen elengedhetetlen, hogy ipari körülmények között, tehát a cégek által élt mindennapokban tanuljanak bele a diákok. Más a gimnázium lehetősége, mások az igények, de azért mégiscsak ugyanabban a dologban vagyunk érdekeltek. Az biztos, hogy az a teher, amit a gyerekekre pakolunk, az sok. Az már egy másik kérdés, hogy a mennyiség a sok, vagy az elosztás a sok, vagy nem jó módszerrel tanítjuk, vagy mik azok az iskola szakaszok, amikor túlterheljük a gyerekeket. Egy gimnázium szempontjából nyilván az lenne a legészszerűbb, hogy az utolsó két évben, amikor már valóban el kellett dönteni, hogy milyen pályára megyek, egészségügyi, műszaki, humán, jogi, közgazdasági, stb. Amikor már megvan az irányultság, akkor a többit kéne csökkenteni. Tehát mondjuk annak, aki jogásznak készül, ne 12-be kelljen a legnehezebb biológia tananyaggal kínlódni. Mert az már őt nem érdekli, ott megpróbálja ezt valahogy háttérbe szorítani. És fordítva az orvostan hallgatónak, ne akkor kelljen elmélyülni a, nem tudom én, a legnehezebb 21. századi vagy 20. századi történelmi korszakokban. Az zárjuk le előbb. Az utolsó két év az valóban maradjon az érettségi felkészülésre, hiszen most már az érettségi maga a felvételi. Tehát már nincs két lépcső, ahogy sikerült az érettségi, úgy tudnak tovább menni. Nekem van reményem abban, hogy ez az új nemzeti alaptanterv ezt is figyelembe veszi. Lehetőséget ad az iskoláknak, hogy úgy szervezzék meg a belső tanrendjüket, a tantárgyfelosztást, hogy az utolsó, legalább az utolsó évre, de lehetőleg az utolsó két évre ezeket a látszólag könnyítésnek tűnő dolgokat meg lehessen lépni. De biztos, hogy a tananyag mennyiségét is végig kell gondolni, hogy vajon abban a korban, amikor a zsebünkben hordjuk a lexikonokat és a könyvtárakat, akkor tényleg mindent meg kell tanulni, vagy azt nagyon fontos megtanulni, hogy mit, hol keressek, hogyan keressek, és ne csak annyi legyen, hogy beütök egyféle rendszert, és ami abban benne van, azt látom. Tehát azért ez egy érzékeny kérdés, az informatika az életbe vágó minden területen, szakmai területen is 100% a szakképzésben is, de általában véve a tudásban, a tanulásban mindenképpen. Az önök intézményében idén milyen szakokra lehet jelentkezni? Mi egy hagyományos gimnázium vagyunk,
és szem előtt tartjuk a ma érvényes érdekeket, elsősorban idegennyelvi képzés az, ami nagy hangsúlyt kap a mi iskolánkban, tehát van egy kétanyelvű osztályunk, ahol 5 éves képzés folyik, a első évben egy nagyon masszív angol nyelvoktatás, heti 19 órában, és a második évtől ezek a gyerekek angolul tanulják a történelmet, biológiát, fizikát, földrajzot és még egy célnyelvi civilizáció nevű tantárgyat is. Van 2 olyan csoportunk, illetve 3 csoport, 2 angolos és egy németes, ahol emelt óraszámban idegen nyelvet tanulnak. Van egy matematika emelt óraszámú csoportunk, amelyik az első 2 évben plusz matematika órát kap, és van egy 8-osztályos képzés, ami ugye még mindig vitatott része a magyar közoktatásnak, hogy kell vagy nem kell. Nekem meggyőződésem, hogy kell, szükség van rá. Megvan az a mérési lehetőség, hogy 10 éves korban, 11 éves korban kiszűrjük azokat a gyerekeket, akik terhelhetőek, akik többet bírnak, akiknek nem okoz gondot ez a nagy tananyag. Ők elvégzik, ők mosolyogva csinálják végig a 8 évet, tehát érdemes őket kivenni, nem azért, mert ők különlegesebbek, mint az osztálytársaik az általános iskolában, hanem azért, mert többet bírnak, hát akkor legyen lehetőségük többet tanulni. Az önök iskolájában milyen hiány szakmák pótlására van lehetőség? A hiány szakmák tekintetében Pest megyében jelenleg az ipari gépész, a gépi forgácsoló, hegesztő, illetve az elektronikai műszerész szakmák vannak a kínálatban, ezek mindegyikét oktatjuk, viszont a többi szakmák esetében is elmondhatom, mert 14 szakmát oktatunk a klasszikus szakképzésben jelenleg, hogy valamennyi szakmánk a munkaerőpiac által visszaigazolt keresett szakma, és el tudnak helyezkedni könnyen és gyorsan a nálunk végzett diákok. Ami újdonságként indul jövőre, például a PÉK, ez is a helyi munkaerőpiac elemzése után került eldöntésre, hogy indítjuk a PÉK szakmát. Szakgimnáziumban is kínálunk új szakmákat, ilyen például a közszolgálati ügyintéző, és a kozmetikus is, amire szintén igény mutatkozik. Természetesen maradnak a jól bevált szakgimnáziumi szakmák is, ilyen például az autószerelő, mert ez egy érettségihez kötött szakma, a vegyipari technikus is, ahol a Szent István Egyetemmel vagyunk együttműködésben, és a gyakorlata az egyetemen zajlik, illetve a technikusi szintet a Petrik intézménnyel együttműködésben tudjuk megvalósítani. Tehát összességében mondhatjuk, hogy valamennyi nálunk kínál szakma, akár szakközépiskolai, akár szakgimnáziumi, nagyon jó lehetőséget biztosít a hozzánk járó tanulóknak. Akkor ez azt is jelenti, hogy akik az önök gimnáziumában, szakiskolájában végeznek, azok itt a térségben tudnak vagy tovább tanulni, vagy elhelyezkedni? Abszolút mértékben így van. Hát az egyetemi képzés az nemzetközileg nyitott, tehát akár Magyarországon, akár külföldön tanul, azzal azért nagyon sok lehetőséghez jut. Én annyit hozzátennék, mert mi a munkaerőpiacra képző intézmény vagyunk, tehát nekünk alapvetően nem célunk az, hogy azonnal az egyetemre kerüljenek. Nyilvánvalóan a jobb képességű, tehetséges diákoknak megadatik ez a lehetőség. Jelenleg is van Szent István Egyetem gépészkarán tanulónk, aki nagyon is jól megállja a helyét, de alapvetően mi a munkaerőpiacra képezzük a tanulóinknak a többségét, egy szakképző intézménynek ez az elsődleges feladata. Mi a további eljárási rend a felvételi vizsgáknál? Hát most jön egy nehéz szakasz, ugyanis február 18-a a határideje a jelentkezési lapok beadásának. Nyilván a 8-os osztályfőnökök már napok, talán hetek óta dolgoznak ezen, hogy a gyerekektől begyűjtsék a jelentkezési lapokat, vagy legalább azoknak a kézi változatát, hiszen csak az online kitöltött jelentkezési lapokat lehet elfogadni. De ezt tudják a általános iskolás kollégák. Most kell eldönteni a szülőknek, gyerekeknek, hogy melyik iskolában jelentkeznek a meglévő pontjaik alapján, illetve az iskolai kínálatok szerint. Az írásbelik megvannak, nyilván mindenki készhez kapta az értékelőlapot, egymástól hallják, vagy sok helyen az iskolák honlapra is kitették az eredményeket, lehet látni, hogy az ő pontszáma vajon mihez elég, és el kell dönteni, hogy mi számít. Szakmát akar tanulni, szakgimnáziumba akar menni, gimnáziumba akar menni, továbbtanulásra készül. Ugye ez nehéz dolog, mert a gyerekeknek van elképzelése, de azért 14 éves korban sem pontosan tudja eldönteni, hogy mit szeretne, vagy egyáltalán minek van jövője. Nehéz a szülőknek is, mert ők ezt a
ezt az élményt, az életükben ezt a lehetőséget egyszer, kétszer, háromszor érik meg. Tehát gyakorlatuk nincs benne, sőt, lehet, hogy mire legközelebb találkoznak a felvételi rendszerrel, valami változás van benne. Tehát ez egy ilyen családi kupaktanács az én elképzelésem szerint, és nagyon fontos, hogy a szülő gondolkodjon, és ő hozza meg a reális döntést, vagy segítse hozzá a gyereket, hogy az reális legyen. Nem szabad túl magas szintet tenni a gyerek elé, mert azt nagyon nehéz átvinni, nem szabad nagyon alacsonyra tenni a mércét, és valamennyire érteni kell a felvételi rendszert, legalább azt mindenkinek érteni kell, hogy mindegy, hogy hány iskolát írok be, mindenhol az ő felvételi eredménye úgy szerepel, mintha az az iskola lenne az első. De ha egy helyre bejutott, mondjuk a második helyre már bejutott, akkor hiába szeretne ő a harmadik helyre menni, mert mégis az jobban tetszik, oda már, onnan már kitörölték az eredményét. Tehát ez egy bonyolult rendszer, a szülők számára nehéz, mert mondom, egyszer-kétszer találkoznak vele életükben, de az a lényege, hogy a sorrendet azt szerint kell összeállítani, hogy hova szeretnék, hogy járjon a gyerek. A 8-osztályos meg 6-osztályos gimnáziumnál egy picit más a helyzet, ott az általános iskola nem köteles részt venni a továbbtanulás adminisztrációjának az intézésében, ott a szülő felelőssége, hogy kitölti a jelentkezési lapot, elküldi az iskolába, elküldi a győri központba, mert csak így érvényes a jelentkezés. Erre mondom, a végső határidő február 18-a, de hát ezt jóval előbb szokták lebonyolítani a szülők. Nekünk majd még utána meg kell szervezni a jelentkezők száma alapján a szóbeli vizsgákat angolból, illetve németből. Önöknél előfordult már, hogy valaki meggondolta magát? Van erre lehetősége? Van lehetőség egyébként meggondolni magukat, mert pótfelvételjárásban jelentkezhetnek utána később. Tehát mindig van olyan osztály, amelyet augusztusban töltünk föl. De valóban, ahogy igazgató is elmondta, tehát két igazodási pont van, az egyik a szülő, a másik pedig az osztályfőnök, mert ők azok, akik ismerik a gyereküknek a képességeit, illetve az osztályba járó tanulójának a képességeit és az erősségeit, és ebben tudnak segíteni a gyermeknek a döntés meghozatalában, mert ők jobban látják kívülről, fölülről, mint adott esetben. Tehát 14 éves korban nagyon nehéz ezt a döntést egyedül meghozni. Tudjuk nagyon jól, hogy a többségében a szülők hozzák meg. Itt valóban a rendszernek az ismerete, és az, hogy ne álmodjunk túl nagyot a tanulónak. Nehéz dolog ez, mert szülőként valóban azt szeretnénk, hogy a gyerekünknek a legjobb legyen, vagy hogy jobb legyen, mint amilyen nekünk is adott esetben. Ezért nagyon sokszor a saját álmaikat szeretnék megvalósítani a gyermekükben. Itt erősnek kell tudni lenni, hogy ezt a kettőt meg tudjuk egymástól különböztetni, és valóban a gyerek érdekére tudjunk koncentrálni. Akkor ez egy sikeres pályaválasztási döntés lesz. Ha olyan a gyerek, hogy a tanulmány eredménye lehetővé teszi, igenis menjen nyugodtan a gimnáziumba, viszont hogyha úgymond ügyesebb, mint okosabb, és ez ismert, jó a kézügyessége, nyugodtan menjen a szakképzésbe, szakgimnáziumban is, és szakközépiskolában is rengeteg jó lehetőség vár rá, illetőleg nincsen visszafordíthatatlan folyamat. Tehát az iskolarendszer átjárható, későbbi életszakaszokban is meg tudják adott esetben ezeket a szinteket ugorni, érettségi vizsgát tud szakma után is szerezni, és fordítva a érettségét követően is tud szakmai képzésbe becsatlakozni, ahogy azt teszik is, hiszen adott esetben a felsőoktatásba bekerülve szembesül azzal, hogy neki erős adott esetben túl nagy falat a közismereti képzés után az az egyetemi képzés, akkor előbb-utóbb úgyis szakmai képzésbe fog kerülni. És még egy lehetőség, hogy érettségizni is számtalanszor lehet most már. Tehát nem csak az van, hogy egyszer leérettségiztem, van egy bizonyítványom, hanem vissza lehet jönni más tárgyból, ugyanabból a tárgyból, magasabb szinten érettségizni. Tehát ahogy az élet hozza, ez az élethosszig tartó tanulás, ami pár évvel ezelőtt csak jelszónak tűnt, ez most már gyakorlati valóság, vissza kell jönni. Van nekünk olyan esti tagozatos tanulónk, már 5 éve nincs esti tagozatos képzés a gimnáziumban, idén is jön érettségizni. Nem volt mindig sikeres, vagy nem úgy sikerült, ahogy ő szerette volna, most még egyszer jelentkezett, most egy sokadik tárgyból, és most újra megpróbál valamit, mert ő szeretne tovább tanulni, az eddigi eredményei még nem elegendőek, akkor most még hozzátesz valamit. De persze nappal is sok is
visszajönnek évekig, mert valamihez még kell, vagy egy új szakot tanulnak, vagy az orvosi mellé a műszakit is el akarja végezni, akkor kell egy emelszintű matek érettségi. Tehát a lehetőségek azok megvannak, nem mondom, hogy egyszerű, vagy könnyű dolog még egyszer, meg még egyszer fölkészülni, de pont ez a mi célunk, vagy az egyik célunk, hogy úgy próbálunk együttműködni a diákokkal a 4 év alatt, vagy az 5 év, vagy a 8 év alatt, hogy ezt tanulják meg, hogy egész életükben újra és újra és újra kell majd tanulni dolgokat. Egy dolog van talán, amit az évek nem tudnak visszahozni, hogy most vannak a fiatalok a legfogékonyabb korszakokban, tehát hogyha elsőre jól sikerül választani, és ezt kívánjuk, én azt gondolom, hogy valamennyi tovább tőle a diáknak, hogy elsőre találják meg a helyüket, akkor az egy biztosabb, egy eredményesebb, sikeres pályaválasztást eredményez. Ha elsőre nem sikerül a helyüket megtalálni, akkor történik ez a további mozgás a rendszerben, és ez bizonyos esetekben kényszerpályákhoz vezet. Nyilvánvaló, aki a 20-as éveiben fog hozzá egy szakmához, a tanulásához, az nem fog tudni olyan mélységében olyan eredményeket elérni benne, mint hogyha adott esetben már 14-15 évesen megkezdte volna az ez irányú tanulmányait. Igazgatórak, akkor én nagyon sikeres 2019-es iskolaévet kívánok. Köszönjük rengeteg szépen. Okos felkészült és ügyes diákkal, és köszönöm szépen, hogy eljöttek és tájékoztattak minket. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást, és mi a diákoknak kívánjuk, hogy ők sikeresek legyenek, a mi sikerünk az ő sikerük. Így van. Egy Gödöllőn nem tudnak rosszul választani igazából. Ehhez kívánunk sok sikert mindenkinek. Köszönjük szépen.